Warren Buffett, a Berkshire hathaway az alapító és tulajdonosa, híres nagyon a érték alapú befektetésekről. 41,76%-ban volt tavaly évben Apple részvényekbe az ő vagyona. Másokért a Bank of America, aki értem szóval egy kereskedelmi bank Amerikában az egyik legnagyobb. Ezután a Chevron, Corporation, aki olajjal és földgázzal foglalkozik. Tehát ezért jön a Coca-Cola, ugye érdekesség, hogy naponta 1,6 milliárd Coca-Colát értékesítenek, az így. Ha jól tudom, azért vásárolt kólát nagy mértékben, mert ő neki az étrendje is nagyon infantilis, vagy gyermekes, de tényleg sült krumpli hamburger is és kóla ez a kedvenc menüje. Ahhoz képest egész jó bőrben van, nem? Igen, úgy látszik, hogy ez a diéta ez nem feltétlenül van összefüggésben az élettartammal. Igen. Oké, okay, kóla után mi van még, ami nagy pozíció? Uh, neki? Még van egy American Expressünk, ami már csak 7%-ot tesz ki, amely 41,76-hoz képes nyilván. Jó, a csekélye, ugye ez is nyilván a banki szektorban American Express a egyik legnagyobb fizetési hát, szolgáltatója. Uh -huh, igen, amit most Magyarországon már egy ideje ki van tiltva, sok Amex-es kártyásnak a nagy bánatára az elmúlt három évben ebből voltak problémák. De jól emlékszem, vagy 45 különböző pozíciója van, de ez a legnagyobb öt, amit most felsoroltál. Vagy igen, mi? hát ez kiteszi több, mint a portföljének a felét, tehát Aha. ezek a lényegesebbek.